Szervusztok! Szép estét kívánok mindannyiótoknak! Köszönöm szépen, hogy megint itt ültök a képernyő előtt, és egy kicsit rám figyeltek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét, és egy nagyon izgalmas témával vártalak itt benneteket, ami nem más, mint elég érdekesen hangzó szegény ember, gazdag ember, illetve az álmaid, a vágyaid, és hogy mi is a valóság. Természetesen nagyon sok ember mondja azt, hogy a pénz nem boldogít ma már, és valóban így van, hogy a pénz ugyan nem boldogít, de ha nincs, akkor nagyon boldogtalan leszel. És természetesen nem is a pénzről akarok most beszélni, hanem sokkal inkább egy picit átvitt értelemben a szegénységről és a gazdagságról, ami megint valószínűleg, hogyha nagyon figyelsz, és figyelsz magadra, akkor egy picit szimbolikus lesz. Az egész életedet fogja átfogni az is, amit ma este hallasz tőlem. És azok kedvéért, akik újként hallgattok engem, szeretném elmondani nektek, hogy én nem a hagyományos értelemben magyarázom az életünket. Nagyon-nagyon fontos, és induljunk innen. Amit eddig hittél, abból semmi nem igaz, és amit tapasztalsz, amit megélsz, az is minden fordítva van. És ez legfőképpen azt támasztja alá, és azt magyarázza meg, hogyan lehet megérteni azt, hogy nem a valóságodat éled. Hogy mi az, amiben az életed zajlik, történik. Egy álomvilág. És te figyeled bele azt, ahogyan élsz. Általad alakul. Általad van úgy, ahogyan tapasztalod. Ezt nagyon-nagyon sokan magyarázzák és mondják, főleg a keleti filozófiákból indult el sok-sok évtizede, vagy évszázada, vagy talán már évezrede is, hogy másképpen van, mint ahogyan az ember gondolja. És most figyelj rám, vegyél egy nagy levegőt, lazíts, csak a lazaságra figyelj, picit figyelj befelé. Aki már tapasztalta, tapasztalta velem, az itt ebben a pillanatban érzékel engem, érzékeled önmagadat, jelen vagy. Aki meg még most figyelsz föl erre, hogy létezik ilyen, és lehet így élni, ezzel a belső csenddel, te csak figyelj, és csináld, amit mondok, ugyanúgy lazíts. Minden, ami megvalósul ebben a fizikai világban, teljesen mindegy, hogy te mit hiszel, az mindig innen belőled indul. És minden a pillanatban, az akkori jelenetben történt meg és történik. Te alakítod az életedet, te hozol létre mindent. Igen, az örömödet, a szépséget, amit megtapasztalsz, és sajnos azt is, amiben nem érzed jól magad, amitől keseregsz, és amitől meg akarsz szabadulni. Egyetlen egy dolog fontos az életedben, ráébredni erre, megtapasztalni a valódi önmagadat, és megtapasztalni a valóságot. Ahelyett, a tapasztalt valóság helyett, amit annak hiszel, a valódit. Tehát nagyon leegyszerűsítve, hiszel valamit magadról, azt mondod, hogy én ilyen vagyok, azt mondod, hogy ez az én habitusom, ez az én személyiségem, de ezt csak hiszed. Ezt hiszed valóságosnak, és ezen a személyiségen keresztül, vagy inkább ezzel a személyiséggel élsz, gondolkodsz, figyelsz, így teremtesz. És mit? Pontosan azt, amire a legnagyobb szükséged van ahhoz, hogy ráébredj önmagadra. Mint ahogy hallottátok már tőlem, nagyon gyakran fordul elő, hogy
az ember későn kap észbe. Későn ébred rá arra, és hogy azt mondom, hogy nagyon gyakran, igen, azt is mondhatnám, hogy nagyon sokan rá se ébrednek soha. De a mai világunkban egyre többen vagyunk, akik elindultak megkeresni, hogy akkor hogy is van az élet, hogy tényleg csak szenvedni kell. Tehát egyre több ember kezd fölébredni, de mind keresztül ébredsz fel. Azon keresztül, amiben nem érzed jól magad. Az, amiben szenvedsz. Amitől meg akarsz szabadulni, amit elutasítasz, ami ellen küzdesz. És most figyelj, mert itt jön a lényeg. Aki azt tapasztalja valóságnak, hogy nincs telen, hogy szegény, kevés pénze van, nincs lakása. Tehát úgy is mondhatnám, hogy nagy-nagy hiányt él a saját életében. Az, aki így él, a hiányra figyel. A hiánnyal foglalkozik. Teljesen mindegy, hogy milyen a személyiséged. Azt mondod, én alapvetően vidám ember vagyok, ezt hiszed magadról. És közben a másik pillanatban pedig, amikor nem látnak téged, keseregsz, szenvedsz, vagy éppen dühöngsz, majd berúgod a ház oldalát, ahol éppen vagy, mert nem biztos, hogy az a tiéd. Szegénynek hiszed magad. Nincs telennek hiszed magad, vagy, hogyha valaki nem teljesen ennyire nincs telen, valaminek a hiányát éled, valaminek a hiányával foglalkozol folyamatosan. És amíg a hiányból indul ki a figyelmed, addig mindig a hiánnyal fogsz találkozni majd. Valamiben szegény vagy, valaminek a hián vagy. Valami hiányzik, nem teljes, nem kerek, nem egész. És aztán ott van a másik oldal, amikor azt mondja valaki, hogy hű, mindenem megvan. Azt veszek magamra, amit akarok, úgy öltözök, ahogy akarok, imádom a divatot, gyönyörű autó, lakás, éppen lecserélem egy nagyobbra, vagy éppen egy ház, egy nyaraló, külföldi utak. És akkor mégis miért találkozom ilyen emberekkel, akik hozzám fordulnak segítségért? Tehát figyeld a két történet kontrasztját. Van a hiány, aki azzal foglalkozik, hogy miben él, milyen szegénységben, és ott van a másik oldal, aki szinte élvezetten mondja másoknak és mutatja. Persze van, aki titkolja, de mégis azt mondja, hogy megvan mindenem. És azért kérem a segítséget, mert nem vagyok boldog. Hiába van meg mindened, nem tudod élvezni. Tehát a boldogság hiánya az, amiben szegény vagy. Tehát akkor most nézzük meg, hogy hogy is van ez. Szegény ember, gazdag ember, és mégis mondhatjuk azt, hogy hiába hívjuk gazdag embernek, vagy hívja magát gazdagnak, valamiben szegény ő is. Tehát az élet egy olyan játék, hogy fel kell ébredni benne, rá kell ébredni arra, hogy mindent, amink van, magunknak teremtünk. Tehát aki gazdag, jólétben él, az büszkén mondja, hogy ezt én hoztam létre, ezt én teremtettem, ez az enyém, én általam van. És a szegény meg azt mondja, hogy hagyjatok békén, és szídja a gazdagokat. Erről beszéltem már előző adásaimban. De mégis, mi történik, hogyha valóban így van, hogy a szegény is magának teremt, és a gazdag is magának teremt, akkor miért nincs meg az az egyensúly, hogy mindenkinek meglegyen mindene, hogy minden ember élhessen úgy, ahogyan szeretne? Azért, mert amikor valaki valaminek a hiányát éli, honnan tudja, hogy neki valami hiányzik? Onnan tudja, hogy ami neki hiányzik, az valójában van. Valakinél van. Ezért vágyakozik rá. Mit jelent a vágyakozás? Amikor nagyon akarsz valamit, amikor vágysz rá, azt mondod, hogy jaj, nagyon szeretném, nagyon akarom, nagyon vágyom rá, ez az én álmom.
Az azt jelenti, hogy a hiányból indulsz ki. Azért vágysz rá, és azért akarod, mert neked az nincs. Amikor valaki megvalósítja, és eléri könnyedén és lazán, az azért tud megtörténni, mert a figyelmét ráirányítja, jó érzés van benne, tudja, hogy megvan, halad, teszi a dolgát, halad felé, és megvalósul. Hogy tud megvalósulni? Úgy tud megvalósulni, hogy itt belül megjelenik a kép, elképzelés. Nem filmet vetít az illető, nem filmet szoktál vetíteni, amikor elképzelsz valamit, amikor vágysz valamire, hanem csak megfogalmazódik benned, megjelenik egy kép, megjelennek tervek, célok, és azt mondod, hogy hű, ezt én szeretném. És hogyha valóban tudatában vagy annak, hogy te ezt a célodat el tudod érni, csak tenni kell a dolgodat, és figyelsz rá, akkor megvalósul általad, a figyelmed által. És amikor valaki ugyanezt teszi, csak más módon, hogy tudatában vagy annak, hogy az a valami, amit el akarsz érni, azt el lehet érni, meg ott van, látom, másoknak van, azért szeretném én is, meg én kitaláltam magamnak, hogy mit szeretnék, és azt tudom, hogy valahol, mélyen valahol tudom, hogy az elérhető, de mégsem arra figyelek. Mégsem arra figyelsz. Igen, régen én sem arra figyeltem. Hanem gyártottam a kifogásokat. Elkezdtem felhalmozni a mindenféle kifogásaimat. Elmagyarázni, hogy ez nekem ezért nem lehet, azért nem lehet, én nem érdemlem meg, vagy én nem vagyok elég okos, vagy nem vagyok elég ügyes, vagy esetleg nincs elég pénzem, és jól megmagyarázom, hogy nekem az miért nem lehet, vagy miért olyan sokáig tart, amíg elérem. Tehát ez a lényeg, hogy mire figyelsz. Mire figyelsz ebben az esetben? Tudatában vagy annak, hogy az a valami megvan, tudatában vagy annak, hogy jó néhányan azt mondják, keményen kell dolgozni, és akkor majd elérem, meg tudom venni, vagy éppen el tudom készíteni, vagy meg tudom szerezni. De addig, amíg abból a hiányból indul ez az egész, hogy nekem nincs, és muszáj, hogy legyen, és vágyakozol rá, nagyon sokan a vágyakról azt mondják, az egy nagyon jó érzés. Hát, nem jó érzés. Pillanatnyilag igen, eltölt a vágy azzal az álomképpel, tehát annak a valaminek, amit meg akarsz szerezni az álomképével, és így már megjelent benned, és öröm van benned, és hú, és ez nagyon jó, de meddig tart? Addig tart, amíg a következő pillanatban már nem azon van a figyelmed, hogy mi akadályoz meg benne, hogy eljuss oda, gyártod a kifogásokat. Tehát álmodozol, vágyakozol, szeretnél abban a valamiben elérni a bőséget, a gazdagságot, hogy legyen neked, vagy esetleg még több legyen belőle, de ehelyett mit csinálsz? Azzal foglalkozol, hogy hogyan mensd fel magad, hogy miért vagy képtelen elérni és megszerezni azt. Tehát akkor mire figyelsz ezen közben? Hát azzal foglalkozol, hogy ez nincsen. Amikor a jelenlétről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy a múlt és a jövő. Mert mindig valamihez viszonyít az ember. Tehát önmagában semmi nem létezik. Onnan tudod, hogy itt és most a jelen létezik, hogy tudatában vagy a múltadnak, és tudatában vagy, hogy még haladunk előre az időben. Tehát valamikor még lesz a jövőd is. És természetesen, ha ezt egy icipicit megnézzük másképpen, ahogy tőlem megszoktátok, akkor figyelj! A múltad ugye elmúlt. De ha visszatekintesz, 3 évre, 5 évre, 10 évre, vagy egészen pici gyerekkorodra. Tekints vissza.
te élted akkor is az életedet, és amikor reggel felkeltél az ágyadba 3 évesen, 10 évesen, 5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, azt mondtad, hogy most, ma, mi a dolgom? Mit fogok ma csinálni? 10 éve is ma volt. És 10 év múlva is nem azt fogod mondani, hogy a mai dátumhoz képest 10 év múlva vagyok, hanem tudatában leszel annak, hogy itt és most. Tehát mindig itt és most van. Ne keverd össze a mítoszokkal, meg a misztikumokkal. Ez nem mese. Egyszerű fizika. Minden, ami létezik, itt és most van. És a mondandómnak a lényege, amit eddig bevezettem, a szegénységről, a gazdagságról és a vágyakozásról, most fogod megérteni, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni. És egyáltalán akkor ez az egész hogyan van. Tehát az, amikor te elképzelsz valamit, és megvalósítasz valamit a fizikai világban, az a fizikai létednek a valósága. A fizikai testünk, egy fizikai test, ami önmagában, hát most nagyon csúnyát fogok mondani, ha az agy érzelmekkel nem reagálna, akkor a testünk csak lenne egy darab valami. Mint ahogyan, amikor a agyi tevékenységeket már valaki nem mutat, nincsenek ezek a funkciók, csak a gépek tartják a fizikai testet életben. Van egy élő test, de igazából már semmi értelme. Az értelmet a testednek te adod. Ez az a fizikai test, ami elvisz téged ebben a fizikai világban oda, ahová te akarod. Amit eddig hittél, láttál, amit eddig tapasztaltál, saját magad által kialakított életedet, abból semmi nem igaz. És miért? Azért, mert az, ami megvalósult körülötted, általad, érzelmeknek a megnyilvánulása, agyi tevékenység, és az soha nem a jelen volt, hanem mindig a múlt szerinti. Tehát egyetlen egy probléma, amivel egy ember küzd, ami meghatározza azt, hogy a saját életterét mivel tölti ki, hiánnyal vagy gazdagsággal, szegénységképet él egész életében, vagy azt mondja, hogy gazdag vagyok, de nem vagyok boldog, tehát boldogtalan vagyok. Mitől lehet boldogtalan egy gazdag ember? Nincs jó párkapcsolata, nem jó az egészsége, lehet, hogy egyedül van, lehet, hogy mindenki utálja, hát ki tudja. Tehát mindenkinél valami más lehet, amire vágyik valaki. Tehát hallod? Vágyik. Tehát akinek van, mondjuk az anyagi bősége, mégis vágyakozik valamire. Minden ember valamilyen vágyból indul ki, és a vágy, ahonnan indul, amiből kiindul, tehát hiányból, és amire a figyelem irányul, az valósul meg majd. A fizikai létben az érzelmeid azok, amik létrehozzák a körülményeidet és a külvilágodat. Hányan vagytok, amikor megvalósul valami, örömmel, azt hiszed, hogy örömmel teszed, és mire eléred, már nem is érdekel, vagy már elment a kedved tőle. Miért? Mert az érzelmeid befolyásolnak, ráadásul a múlt érzelmei befolyásolnak. És most biztos vagyok benne, néhány hallgatóm, aki már engem sokszor hallgatott, azt fogja mondani, hogy jaj, menjünk már, mást mondjál már, mert ezt már én tudom. Igen, azért mondom el ennyiszer, mert ez egy nagyon-nagyon mély alapinformáció, amit nagyon fontos, hogy tudjál. És ez az egyetlen egy olyan információ, ami a leggyakrabban
akármennyire tudatos valaki, elfelejtődik. Azaz, annyira valóságosnak éled a külvilágodat, ami körbevesz, amivel körül vagy véve, amire figyelsz és amivel foglalkozol, hogy elfelejted, hogy ez a te külvilágod, ez a te világod. Te teremted, te alakítod, te alkotod ezt az érzelmeiddel. És ha az érzelmeid a vágyak, az álmodozás, akkor a vágyaid és az álmodozásod valósul meg, mert azon van a figyelmed. Vannak emberek, akik folyamatosan keresik a lehetőségeket. Arról álmodoznak, hogy majd sikerül megvalósítanom valamit. És elkezd figyelni a vágyaival, az álmaival, álmodozik, és szembe jön rengeteg lehetőség. És azt mondja, hogy jaj, de jó, megint van egy lehetőségem. És aztán eltelik valamennyi idő, és azt mondja, hogy hopp, ez nem jött be. És akkor jön a következő, és ha hiszitek, ha nem, találkoztam olyan emberekkel, akik egy életen keresztül csak a lehetőségeket kutatják. És folyamatosan azon keseregnek, hogy már megint elszalasztottam egy lehetőséget. És aztán vannak, akik már rájönnek, hogy rengeteg lehetőség van, és mivel csak a lehetőségekre fókuszálnak, valóban rengeteg lehetőség közül válogatnak, de nem valósítanak meg belőle semmit, mert csak válogatnak közte, mert a lehetőségekre figyelnek. És mi van azzal, aki azt mondja, hogy nem találok lehetőséget, muszáj keresnem, legalább egy lehetőséget találjak. Mivel erre az egyre figyel, jó sokára megtalálja, de a lehetőség soha nem valósul meg. Mármint nem válik aktívvá, nem lesz belőle tevékenység. Teljesen mindegy, hogy mi az a lehetőség. Tehát figyelj, ha te teremtesz, és azt, amire figyelsz, akkor ne a lehetőségeket keresd. Most egy nagyon érdekes élethelyzetben van a Föld emberisége. Senki nem tudja, hogy innentől kezdve mi lesz majd. Azaz, mindenki tervezget valamit, mindenki elképzeli, hogy hát igen, ezután is lesz majd valami, hogy ezután is lesznek lehetőségeink, de milyen lehetőségeid lesznek? Tudod, milyen lehetőségeid lesznek? Bocsánat, közben itt a párna elmászott a hátamtól, megigazítom, hogy kényelmesebben üljek itt előttetek. Tehát ezek a lehetőségek nem valósulnak meg soha, mert a lehetőségeket figyelitek. És biztos, hogy ha visszaáll az a rendszer, ami eddig volt, most akár a jogi oldala, akár az egészségi oldaláról beszélünk, visszaáll minden, elvileg minden a régi kerékvágásba, azaz megszűnnek a korlátozások. De mégis a pár hónap alatt nagyon sok minden megváltozott. Sok embernek szűnt meg a munkája, lett kevesebb a pénze, sokan, és mindenki változtatni akar, nagyon sokatokban jelenik meg, és jelent meg ez idő alatt, hogy na akkor, arról is beszéltünk már, hogy ugyanúgy, mint új évkor, hogy akkor most egy új életet kezdek. Te élted eddig is az életedet, és te fogod ezután is élni az életedet. És ha az agyad irányít, a szokásos érzelmekkel éled az életedet, teljesen mindegy, mennyi újat találsz ki, és mire vágysz, csak úgy fog alakulni minden, ahogyan eddig alakult az életedben. Ne várjatok arra, hogy most ezután milyen lehetőségek lesznek. Mindenfélék eddig is voltak, és ezután is lesznek. És a legfontosabb, ami nagyon-nagyon fontos, hogy engedd meg, hogy megjelenjen benned az az információ, amit el akarsz érni. Hogy jelenjen meg benned a célod, a terveid. Ülj le és fogalmazd meg magadnak, mi érdekel, mit szeretnél. És figyelj rá,
és haladj abba az irányba, tedd a dolgodat. És ne a lehetőséget keresd, és ne azon álmodozz meg, vágyakozz, hogy de jó lesz, ha elérem, hanem tedd a dolgodat. Indulj el abba az irányba, haladj. És hogy mi az, hogy tedd a dolgodat? Bármi, ülj le a gép elé, keressél információkat, beszélj emberekkel, tehát lépjél magadért, de ne a régi módon. Mert annak, amit én most itt elmondok nektek, semmi értelme nem lenne, ha csak arról beszélnék, hogy hát így élnek az emberek. De folyamatosan hallhatod, folyamatosan mondom, hogy hogyan kell másképpen. Hát amikor azt mondom, hogy minden úgy alakul, ahogyan te figyelsz, abban a pillanatban arról beszélek, hogy figyelj, figyelj, tudd, hogy mire figyelsz. Tudd, hogy hová irányul a figyelmed. A tudatosság alapeleme. Inkább úgy mondom, az első lépcsőfoka. De akik már tudatosak, és már tudják azt, amit én most magyarázok, hogy ez tényleg így van. Nagyon fontos, hogy figyeljetek. Ti is, te is, figyelj! Mert csak egy pillanat műve, hogy már megint a szokásaidat kezded használni, szokásos módon mész bele a perlekedésbe, az ítélkezésbe, az elutasításba, szokásos módon állsz ellen a feléd irányuló, most még akár a szeretetnek is, vagy bárki, aki jön feléd, és úgy érzed, hogy az nem olyan, mint amilyet te szeretnél. És akkor itt szeretnék egy nagyon picit most más irányba elmenni. Hogy az, amit eddig elmondtam, annak egy alapját adjunk. Hogy igaziból tényleg értsed, hogy miért mondom azt, hogy az, ahogyan eddig éltél, nem a valóság, ez egy álomvilág. Teremtünk magunknak egy olyan világot, amiben szenvedünk. Tehát akkor lehet teremteni egy olyan világot is, amiben boldogok lehetünk. De hogyan van ez? És nagyon le fogom egyszerűsíteni. Nagyon sokan ismeritek ezt, és hallottátok már, de most figyelj! A világegyetem az egyetlen létező, ahogyan a fizika állítja, egy állandó, de állandóan változó energiamező, ami újra és újra egyensúlyba kerül. Ennek a világegyetemnek vagyunk a részei, mi emberek is. A világegyetem attól teljes és egész, ami alkotja. És itt és most figyelj, az előbb mondtam el, a múlt elmúlt, de minden egyes múlt pillanata is a jelen pillanatod volt. A jövő nem létezik, de minden egyes jövő pillanata, amit megélsz majd, a te jelen pillanatod lesz. És most itt ebben a pillanatban is azt mondod, hogy itt és most. Nem a múltban vagy, és nem a jövőben, ahogyan a múltban is a jelen voltál, és a jövőben is jelen leszel. A világegyetem, ez az egyetlen egy jelenlévő, ami magába foglal mindent. Múltat, jelent és jövőt. Itt és most, ebben a pillanatban. Attól teljes és egész a világegyetem, ami alkotja. Te is a részét képezed, egy alkotó része vagy, és minden alkotó része hordozza magában az egész információját, hiszen minden energia. Tehát te itt és most, ebben a pillanatban magadban hordozol mindent, de hogyha kicsit pontosabban akarok fogalmazni, így érthető, ahogy elmondom, úgy pedig élhető és tapasztalható, hogy te magad vagy a világegyetem. Te magad vagy a végtelen információ, te magad vagy az, aki ebből a végtelenből
a fizikai létünkbe, ebbe az illúzió világba bármit megteremt magának. A világegyetem energia, a fizikai létünk matéria. És ahogyan az érzelmi világod meghatároz téged, a világegyetem bármelyik apró pici részlete tőled kap figyelmet. Te figyelsz rá. Szó szerint, ha magadban hordozod az egészet, benned jelenik meg, hogy mire figyelsz. Te vagy az, akiben megjelenik egy kép, te vagy a világegyetem, és erre irányulsz. Te vagy a végtelen jelenlévő, és te irányulsz valamire, hiszen a létünk anyagi síkon nyilvánul meg, valósul meg, ezért van a fizikai test, ez a végtelen tudás, ez a végtelen információ ezen a testen keresztül nyilvánul meg, és áramlik, vesz részt a világegyetem áramlásába, energia minden, rezgés, információ, mire figyelsz. Annak a rezgése határozza meg a figyelmedet, irányul a világodban, és hozza létre az energia, szó szerint, ha láthatóvá akarjuk tenni, összesűrűsödik, materializálódik, anyagivá válik. És ehhez te kell lesz, és a figyelmed. És az, hogy tudd, hogy minden, de minden létező általad tud létrejönni, és valósul meg. És ez azt is jelenti, minden, amit te szeretnél, ami eszedbe jutott, már megvan. Hiszen a világegyetem teljes és egész mindent magába hordoz, minden információt. Amikor valami eszedbe jut, az már egy információ, energia, rezgés, az már megvan. A te dolgod csak annyi, hogy legyél rá tudatos. Tudd, hogy ezt te fogod létrehozni a külvilágban. Persze eddig is így volt, csak nem voltál rá tudatos. Mindig kitalált mindenki valamit, és akkor megcsinálta. De én nem ezt mondom. Ezt most lásd másképpen. Én azt mondom, hogy eddig tettél, csináltál, küzdöttél, harcoltál, keményen dolgoztál. Aztán azt mondtad, hogy jól elfáradtál. Mert soha nem a munkába fáradsz el, hanem abban, hogy érzed magad közben. Tehát az érzelmeid határozzák meg, hogy hogy fog létrejönni a külvilágodban minden anyagi. Szegénység, gazdagság, anyagi, matéria. Te az a tudás vagy, aki birtokában vagy mindennek. Tehát a minden tudás vagy. Energia. A fizikai testen keresztül, tehát az érzelmeken keresztül nyilvánul meg, és a figyelem által materializálódik. Így teremted meg a külvilágodat. És nem csak az anyagi javakat, hanem a párodat, azokat az embereket, akik a barátaid, és minden mást is. Tehát az érzelmeid, amilyen érzelmekkel fogalmazol meg magadban valamit, amit el akarsz érni, az úgy fog a külvilágban megjelenni, hogy te pontosan ugyanolyan érzelmekkel fogod azt majd élvezni, vagy rosszul érezni magad tőle. Mert amiből kiindul minden, azt vetíted ki. De honnan indul ki? Tőled indul. Megfogalmazod, magadban fogalmazod meg. És azért kell mondanunk azt, hogy magadban és tőled, mert van egy fizikai test, amin keresztül te nyilvánulsz meg. És aki megnyilvánul, az mind ugyanaz. Mi mind ugyanaz az egy vagyunk, az a végtelen intelligencia és tudás, és 8 milliárd ember
fizikai test formáján keresztül nyilvánul meg, és alkotja a világot, amiben élünk. És amikor azt mondják, hogy ez egy illúzió világ és egy álomvilág, akkor sokan összezavarodnak, sokan azt mondják, hogy hülyeség. Igen, még nekem is néha beír valaki, hogy hát ez hülyeség, amit mondok, de hát ez nem baj. Azért mondom pontosan, hogy aki eddig hülyeségnek tartotta, az hát, ha fölkapja a fejét egyszer, és azt mondja, hogy hát ha már ennyit beszélnek róla, akkor valami igazság csak lehet benne. És ha már az igazságról beszélünk, akkor hagyd mondjam már. Egyetlen egy igazság van. Egyetlen egy. Az, hogy te létezel. Az összes többi egy képzelet. Elképzeled, hogy mit akarsz, mit szeretnél. Képzelegsz, álmodozol, vágyakozol. De amikor őszintén, tisztán, szeretettel nyilvánulsz meg a külvilágot felé, akkor pontosan úgy fog alakulni, ahogyan megélt, amiből kiindult, amilyen érzelmekből, ahonnan elindult. Tehát az is fordítva van, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy rájöjjél arra. Nem attól leszel boldog, amit elérsz a külvilágban, hanem ha megéled ezt a belső örömöt, most megint belsőről beszélek, valójában az egész tudás, maga az öröm, a szeretet, a béke, a hála, a tisztelet, az egész világegyetem ennek az áramlása, amit az elme, az agy reakciója, az elme, a gondolataid összessége eltakar. Az álmodozás és a vágyakozás mind eltakarja a valóságot. Te vagy a valóság, te vagy az igazság, és amit képzeltél, hittél, az az álomvilág eltakarta. Tudtad, hogy létezik a szeretet, néha felcsillant, néha érezted, de az az igazi, valódi öröm, amikor tudatában vagyok annak, hogy én teremtem az életemet, és én vagyok magam, ez a végtelen szeretet, és tisztelettel fordulok az emberek felé, látom az álomvilágukat, látom, hogy mennyire igyekeznek, hogy boldogok legyenek. Látom, hogy mennyire küzdenek és harcolnak azért, hogy elérjenek valamit, hogy sikeressé váljanak. Hogy tiszteljék őket, hogy elismerjék őket, és mindenki azért küzd, hogy megkapja a visszajelzést ebben az illúzió külvilágban, hogy az általa teremtett világban, inkább így mondom, mert mindenki magának hozza létre a figyelmével és az érzelmeivel. Tehát mindenki azért teper és küzd, hogy megkapja a visszajelzést ebben a saját álomvilágban arról, hogy jól vagyok, hogy rendben van, hogy minden rendben van vele. De tényleg a külvilág kell ahhoz, hogy boldog legyél? És majd a külvilág fogja megmutatni, hogy sikeres vagy? És a külvilágban létrehozott történések, események, célok elérése fogja majd a te, boldogságodnak az alapját képezni majd. Nem attól leszel boldog, amit elértél, hanem ha boldog vagy, béke van benned, öröm van benned, és innen indul a figyelmed, akkor úgy hozod létre a külvilágodat, úgy fogod alakítani az anyagi világodat, úgy alakul anyagi síkon minden. Általad alakul majd. Az érzelmeid, a figyelmed által fog majd köréd az az ember jönni, olyan helyzetek, események történni, amiben jól fogod magad érezni. De mindaddig, amíg félelemből, hiányból, vágyakozásból építkezel, és onnan indulsz, onnan indul a figyelmed. Küzdesz, harcolsz, hogy elérj valamit, el fogod érni, mert valahol figyelsz rá. De az, amit elértél, nem örömmel és boldogsággal fog eltölteni, lehet, hogy ideig, óráig, de jönni fognak azok a rossz érzések. Ugyanazok az
energiák, érzelmek veszik át a hatalmat egy idő után, mint amiből elindultak. A vágyakozás, az álmodozás, az illúzió, olyan sokszor mondom ezt az illúziót. Hát igen. Most, hogyha ott lennék melletted, így jót beléd csípnék. Csak azt felkiáltanál, és azt mondanád, hogy hú, hát azért ez nem illúzió, ezt én érzem. Igen. Anyagivá válik. Anyagi síkon materializálódik, megnyilvánul, megjelenik az érzelmi világunk. Egyre többen beszélnek erről, tudományosan is támasztják már ezt alá, hogy az érzelmeink bizony mennyire befolyásolják a külvilágunkat. És óriási dolog, hogy te most itt ülsz és hallgatod ezt, még akkor is, ha már hallottad sokszor. Mekkora megerősítés, hogy most megint miért hiszed el, hogy baj van a világban? Nincs baj a világban, az emberek fejében van baj, és ezek összeadódva alkotják a külvilágunkat. Szegénység van, négy szegénység van, hatalmas gazdagság van. Csak arra kell figyelni, hogy te hogy jutsz hozzá. És nem csellel, meg hátsó szándékkal, meg ítélkezéssel, meg a másik kijátszásával és becsapásával, hanem tiszta szívből és szeretettel, őszintén megnyilvánulva, a figyelmed által pontosan meg fogod kapni azt, amit szeretnél. És még csak le sem kell ülnöd kérni, hogy jaj, valaki, akár egy felsőbbrendű valaki, akitől te most kérsz valamit, az majd meghallgat téged, és akkor nem. Te egyenesen, élből, nyíltan és tisztán áramolsz. Nem kell szócső, nem kell senki harmadik valaki, akit magad fölé helyezel, hogy majd az ad neked, meg majd úgy alakítja az életedet. Nem, te itt és most a pillanatban, a régi pillanatban, a most pillanatban és a jövőben meglévő jelen pillanatban is. A jelened most pontosan olyan, mint a múltban megélt jelened volt, mert onnan vetítetted ide. És most, ahogyan élsz, az a pillanatod, amit megélsz, ahogyan, amilyen érzelmekkel, azt vetíted a következő jelen pillanatodba, amit most lehet még jövőnek hívni. Ezért nem történik semmilyen változás, ha újra és újra ugyanazokkal az érzelmekkel éled az életedet, és addig a külvilág senkinek nem adja meg a boldogságát. Semmi nem fog a külvilágban úgy alakulni, hogy az ember boldog lehessen. Hiába vannak a csodálatos technikai vívmányaink, jó kis kütyük, meg minden, hát nézzétek meg, hol néztek most engem. Tudom, hogy van, akinél hatalmas tévén vagyok éppen kivetítve, és ez teljesen rendben van. Kényelmes, jó, na de ettől vagy boldog, mondd már meg, hogy neked nagyobb a tévéd, mint a többire. Ó, nekem is van egy jó nagy. Én imádom, szeretem, de nem ez adja a boldogságomat. A boldogság itt van bennem. Boldog voltam akkor, amikor megvehettem. Ezért tudom élvezni. És mindenki így van. És akkor most megint jön a kérdés, akkor hogy legyek boldog, ha nekem nincsen? És hogy örüljek, hogyha hiányt élek? Úgy, és itt a lényeg, hogy ráébredsz arra, hogy te teremted magadnak a boldogtalanságodat, a hiányodat. De ha rájössz és ráébredsz, nem mondhatod azt, és most nagyon figyelj, amikor elkezdesz felébredni és tudatossá válni, nem mondhatod azt, hogy nekem nincsen. Nem mondhatod azt, mert tudatában vagy annak, hogy a világegyetem egyetlen pillanatban hordoz magába mindent. Tehát bármi, amit szeretnél, figyelmet kap általad, energiát kap, megjelenik, megjelensz benne, vagy megjelenik benned, mindegy. Az azt jelenti, hogy már megvan. Figyelmet kapott, már egy energia, információ, rezgés. Csak menj felé. És most figyelj. Most tényleg nincs még nálad az a valami,
ettől függetlenül már megvan energiák szintjén. Örülhetsz? Mondhatod azt, hogy köszönöm? Tudom, hogy én teremtek. A hiányt is én teremtettem. Köszönöm, hogy látom. Oké, nincs a zsebemben most az a pénz. Nincs még meg a saját lakásom. Most éppen összetört az autóm. Mindegy. Lényegtelen, hogy most úgy érzed, hogy most az nincs. De van. És ne arra figyelj, hogy most szerencsétlen vagy, hogy tönkrement az autót, hogy most éppen még nincs annyi pénzed, hogy megvegyél egy lakást, meg hogy nem tudom, mit csináljál. És de akár a napi szintű megélhetésről is beszélhetünk ám. Hogy nem tudod megvenni, megvásárolni magadnak azt, ami éppen nagyon jó lenne, csak éppen tengődsz, és eltartod magad azért, hogy legyen a gyereknek, meg hogy legyen majd kifizetni a villanyszámlát, meg hasonló dolgok. Az apró, legapróbb napi szintű dolgokról is beszélek. Kicsiket és nagyokat egyaránt te teremtesz. Tudd, hogy amit szeretnél, már megvan. És azt nem kérni kell, hanem figyelni rá, tenni a dolgodat, tudatában lenni, hogy igen, megvan. Ez az a bizalom. Vagy hívhatod ősbizalomnak, minek hívod. Amikor tudod, hogy minden megvan, amit szeretnél. A világegyetem, mint információt, mindent hordoz. És persze annak nem tudsz örülni, hogy most nincs pénzed, meg most valaminek a hiányában vagy. De tudod azt csinálni, amit mindig kérek. Hogy vegyél egy nagy levegőt, és tedd most is, és csak lazítsd le a vállad, lazítsd le az egész testedet. Ez egy pillanat, amíg végig áramlik rajtad. És mondd, hogy köszönöm. Figyelj egy picit a szívedbe. És mondd, hogy köszönöm. Mit? Hát azt, hogy ezt tudom, hogy ezt láthatom, hogy tudatába kerülök annak, hogy én teremtem az életemet, és hogy nincs hiány. Csak én vagyok, aki figyel, aki által megvalósul. És ha azt mondod, hogy köszönöm, az már a hála. De ebben a pillanatban a köszönöm maga az öröm is egyben. És a figyelem az örömben van. És ebben az örömben jelenik meg, amit te létre akarsz hozni a külvilágban. És létre kell hozni, mert szükségünk van székre, ágyra, ennivalóra. Tehát teremtünk még akkor is, ha azt mondom, hogy illúzió. Mi az illúzió? Az az illúzió, hogy azt hitted, hogy nincs, és megteremtetted a semmit. Mi az illúzió még? Amikor azt mondod, hogy félek, hogy nekem nem lehet annyi, mint a többieknek. Ezért megteremted a kevesebbet. Na, ez illúzió. Mihez képest? A valósághoz képest. És mi a valóság? Hogy minden van, csak figyelni kell rá. És ne álmodozz róla. És ne arra vágyjál, hogy majd tepelsz, meg majd nem tudom mit csinálsz, és majd megvalósul egy csomó minden, létrehozod, és majd boldog leszel, hogyha felépítetted. Vagy elérted. Nem. Éld meg azt a boldogságot. Hogy tudod, hogy te hozod létre a külvilágod, hogy te vagy az, aki által boldog lehetsz, hogy te teremtesz. És csak ez a lényeg, ez már boldogság és öröm. És ebből fakad a figyelmed, tudatában vagy önmagadnak, annak, hogy te teremtesz. És már eszedbe se fog jutni, hogy féljél attól, hogy jaj, mi lesz, ha... Meg ki milyen? Engedd meg, hogy legyen mindenki olyan, amilyen. Nem fog mindenki, nem lesz mindenki tudatos körülötted. Nem fog mindenki tudatosan élni majd. Hiszen az agy reagál a szokásos érzelmekkel. Jönnek a szokásos gondolatok ezekből az érzelmekből. Jönnek a szokásos cselekedetek, indulatok, feszültségek, a szokások. Ez is teremt, mert ilyenkor mindenki erre figyel, aki ezt éli. De ha elkezdesz azzal foglalkozni, hogy ezt utálom, és nem akarom, hogy ilyen legyen ez a másik, és
Ítélkezel, bírálsz, vádolod, vagy sajnálsz. Ezek a te érzelmeid. Ezen vannak a figyelme, ezen van a figyelmed, ezek fognak megvalósulni. Tehát akkor mi is a te dolgod most? Ne álmodozz és vágyakozz, mert itt és most megvan minden, amit akarsz. Csak figyelj, és amikor jön a régi rossz érzés, hiszen az agy reagál, vedd észre, tudatosítsd magaddal ezek a szokásaim. Ez az, ahogy eddig éltem, gondolkodtam, láttam a világot, ahogy azonosultam az érzelmeimmel, és ahogy vetítettem a többi emberre. És hittem azt, hogy én nem lehetek olyan, amilyen szeretnék, és nem érhetem el azt, amit szeretnék. Na, ez a múltam. Ez vagyok? Nem. Köszönöm, hogy látom. Én nem ez vagyok. Természetesen ezt nem kell mindig végigmondanod, ezt én csak azért sorolom most, hogy abban a pillanatban tudd, megjelenik benned, hogy hopp, ez csak a múlt. És ez mind, amit most elmondtam, mind magába foglalja. És ez már öröm, hogy tudom. És természetesen jogod van ahhoz, hogy amikor ezt az előadásomat hallgatod, hogy kételkedj abban, amit mondok. Tudod, én megengedem neked. Nekem azzal nem lesz rosszabb az életem. Mert én nagyon boldog vagyok attól is, hogy én nem is tudom hányan néztek most itt engem, és ha csak ezek közül egyetlen egy ember megy el úgy a képernyő elől, hogy átalakult és megváltozott az élete, már megérte. De közben, mivel már 25 év óta magyarázom és tanítom, negyed évszázada, az életemből 25 év, amikor 100%-ig biztos pontossággal megfogalmaztam és elmondtam, hogy hogy is van az életünk. És amikor rengeteg emberrel, hát lassan 20 ezer vagy már több is, akivel személyesen kontaktba kerültem, leültem, és elmagyaráztam, és meggyógyult, sikeres lett, boldog lett a párkapcsolatában, gyerekeivel más lett a kapcsolata. Mert ahhoz, hogy boldog legyél, kapcsolataidban kiteljesedj, egészségesen élj, és sikeres legyél, a boldogságot kell. Mert nem azoktól leszel majd boldog, hanem csak akkor éred el, ha itt belül tudatában vagy. Hogy a pillanat végtelen, és mindent magába ölel. És nem tudok már másképpen élni. Látom a világot, látom az embereket, látom, hogy mi zajlik a külvilágban, látom, hogy hogyan építik, hogyan teremtik, hogyan hozzák létre azt, amiben szenvednek. De természetesen ez alatt a sok év alatt sok-sok ezer ember közül sokatukat látom már, hogy megérkeztetek ahhoz a pillanathoz, amit én élek. És megtapasztaltátok, hogy ti ugyanazok vagytok, aki én. Az a tudás, az a szeretet, ami teremt, ami teremti a létünket, az életünket. Nem éri meg másképpen élni. Nem éri meg kételkedni, nem éri meg vágyakozni és álmodozni. Benned jelenik meg minden. Az érzelmeidben. Ha örömöd van, örömöt találsz a külvilágban. Ha csak szeretet van, akkor szeretetet találsz. Természetesen nem azt jelenti, hogy a többi ember megváltozik általad. Igen, ők is alakulnak. Kíváncsiak, áramolsz feléjük, tetszik nekik.
Szeretettel fordulsz feléjük, nem a régi szokásos dűvel és haraggal, persze, hogy felfigyelnek. De az is lehet, hogy észre sem veszik, csak éppen ráthangolódnak, és a kettőtök vagy többetek élete boldogabbá válik. Mert hatsz a külvilágodra, mert áramolsz, és amit kiáramoltatsz, az áramlik vissza. És ami örömből fakad, az örömmé válik a külvilágban. Természetesen ezután is fogod látni a fájdalmat, a keserűséget, az emberi gyűlölködést, meg az erőszakot. Mert még jó sokáig fog szerintem tartani, hogy sikerül ennyi embernek felébredni, ahányan még nem tették meg. Én teszem szorgalmasan a dolgomat, én megengedem mindenkinek a saját véleményét, de egy biztos, látom magam körül azokat az embereket, akik elkezdtek igaziból, azok nélkül, a problémák nélkül élni, amire ráébredtek, hogy nem is voltak sohasem. Tehát az élet egy olyan csodálatos játék, amiben csak fel kell ébredni, tudni, hogy itt és most minden lehetőség a rendelkezésünkre áll, és csak arra kell figyelni, amit szeretnénk, és ebből az energiából, hiszen ez egy kép, egy elképzelés, ami megjelenik benned, ami megjelenik, amit megjelenítesz ebben a világegyetemben, figyelmet kap, energia, rezgés, és onnantól kezdve teremtődik magától, tőled, te teszel érte, általad teremtődik a világod. És ez az egyetlen egy fontos. Semmi más. Mert ha te jól vagy, akkor az emberek szeretnek veled lenni. Lehet, hogy lesz, aki ettől fogja majd magát rosszul érezni. De ő még nem ébred fel. Én azt is elfogadom, aki engem nem szeret. Csak azt szoktam mondani, hogy aki nem szeret, azzal nincsen dolgom. Mert én őt is szeretettel fogadom el, hiszen még nem ébredett fel. És tudom, hogy nem feltétlenül fogtok felébredni ettől az egy előadásomtól jó néhányan. Nem biztos, hogy elég mindannyiótoknak ennyi információ. Mert most is van közöttetek több olyan, aki felteszi a kérdést. De hogy csináljam? Hát, ha most vége lesz az előadásomnak, tekerj vissza az elejére, és hallgass meg még egyszer. Biztos többször mondtam el, mint a két kezemen a tíz ujjam, hogy hogy csináljad. Vegyél egy nagy levegőt, figyelj befelé, tudatosítsd magaddal, hogyha ez most egy rossz érzés, ez csak a múlt lehet. Amiből jön egy gondolat, akkor az nem lehet mostani, valódi, az csak egy régi, amire meg nekem semmi szüksége. Most akarom élvezni az életemet, most akarom teremteni azt, amire vágyom, amit akarok, amit szeretnék, de nem vágyakozni és akarni, hanem figyelni, tenni a dolgomat. Egyetlen egyszer megtapasztalod, tehát tudatosan a saját teremtésedet. Fölismered és meglátod, hogy minek mi lett a következménye. Hogy figyeltél, mit csináltál, miből mi fakad. Onnantól kezdve soha nem akarsz másképpen élni. Ezt én garantálom, annál is inkább, hogy nyugodtan nézzetek körül, magatok körül, tehát a világotokban, ha találkoztok ilyen emberrel, aki már járt az előadásaimon, akkor fogjátok tapasztalni. Te meg, hogyha már voltál akár a táboraimban is, azt tudod, hogy felfoghatod ezt most egy jó ismétlésnek, de tudom, hogy jó néhányan vagytok, akik most még mélyebben tapasztaljátok önmagatokat, azt a belső békét és csendet, ami mostantól, vagy hát ki tudja már mióta, teremti tudatosan az életeteket. Mert ez a belső nyugalom, béke és csend, mi magunk vagyunk.
és amikor ebből fakad minden. Tudatos a figyelem, akkor már nem tud az életed másképpen alakulni, csak úgy, ahogyan szeretnéd. Természetesen, ami nagyon fontos, elfogadással az összes többi ember iránt, és az összes olyan történés iránt, amit még az elme teremt, ami az ego teremtménye. Elfogadással. Szeretettel, hogy ők még alszanak, még nem ébredtek fel. És azért születtünk meg, felébredve, hogy tudatossá váljunk önmagunkra. De mivel nem volt senki, aki segített volna meglátni azt, hogy ébren vagyunk, ezért elaludtunk. És most újra felébredhettek, ahogyan én is felébredtem. És látom a játékot. És ha hiszitek, ha nem élvezem. Mert nincs igazi szenvedés. Csak figyelmeztetés van az embernek önmagától. Jelzés, hogy mire figyelsz. És csak arra kérlek, ne csak akkor tedd ezt, hogy figyelsz befelé és lazítasz, amikor baj van, vagy amikor ott van egy probléma. Ha fáj a tested, feszült vagy, mindig csináld. Csak lazíts rá, csak figyelj befelé. És ha fáradt vagy, a fáradtság az milyen érzés? Hát ilyen, így elhagyod magad. De amikor belelazítasz, az milyen? Hát ilyen. Mit figyelsz bele? Milyen energiát adsz a testednek? Jajgatsz, hogy fáradt vagyok, Úristen. Vagy azt mondod, hogy köszönöm, akkor most pihenek. És a figyelem a pihenésen van, és feltöltődsz. Ha fáj valami, az feszült, azt lelazítod. Csak lazítsd le. Könnyebbé válsz, könnyebbé válik a tested. És a nap több időszakában tedd meg, csak úgy, ok nélkül, hogy a figyelmed mindig meglegyen. Mert ahogy reagál az agy, a figyelem arra irányul, ahogy szokott. De a szokás csak a múltból visz, a jövőbe, ugyanúgy a régibe. De ha figyelsz és tudatában vagy magadnak, akkor elkezdhetsz irányítani. Akkor elkezded irányítani a figyelmedet. Akkor fog úgy alakulni az életed abba az irányba, ahová haladsz, amit el akarsz érni. Tedd meg naponta többször akár, csak úgy ok nélkül, hogy egy picit befelé figyelsz és lazítasz. Ezt teheted mosogatás közben, ezt teheted autóvezetés közben, ezt teheted, amikor pelenkázod a gyereket, vagy amikor éppen takarítasz, vagy főzöl, teljesen mindegy. A figyelem önmagadon, és így tedd a dolgodat. Természetesen ez még mindig nem olyan aprólékos és részletes, hogy hogy is van az életünk pontosan. Egy ilyen egyórás előadásban, meg a sok egyórás előadásból talán össze tudod rakni magadnak. De ahogy elindul a külvilágban újra, és figyelj, azok a lehetőségek, amiket ki kell használni, meg kell fogni, meg kell ragazni, és el fognak indulni, hogy újra tarthatok élőben programokat a Veddészre 4 napos 2 hétvégés előadásomon. Olyan szinten leszel képes megtapasztalni saját magadat, saját teremtő erődet, felismerni azt, hogy ki vagy te valójában, hogy ott teljes 100%-ában tűnik el az ego, az elme, és ébredsz rá a valóságra. Én majd ott is várlak benneteket nagyon nagy szeretettel, mert ott teljes mértékben a 4 nap alatt körbejárja az összes információ az egész életedet. És természetesen a könyvem, a Veddészre című könyv. Benne van minden. Kezd el olvasni, de úgy olvasd, ahogy az utasításom, ahogyan irányt mutatok, ahogyan visz téged a figyelmed. Ha hallgatsz arra, ahogyan magyarázom, akkor
akkor mindent megértesz belőle. Ha nem érted és leteszed, akkor csak vegyél nagy levegőt, gyere el egy programra, és utána fogod érteni majd. És persze mondják, hogy ja, mert marketing meg reklám. Valahogy el kell, hogy mondjam, hogy igen, megéri, hogy gyertek. Nem kell beutazni külföldön nagy megvilágosodott mestereket, és mielőtt elmész bármiféle üzleti előadásra, hogy majd ott hogy legyél sikeres, először döbbenj rá arra, hogy te teremted az életedet. Ehhez viszont nagyon-nagyon-nagyon jó helyed van nálam. Úgyhogy várlak nagyon nagy szeretettel. Azt hiszem, hogy itt most be is zárom, befejezem a mondókámat, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Természetesen köszönöm szépen azoknak, akik szintén támogattatok. Nagyon jól esik a hálátok, ami megérkezik hozzám. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én ugyanilyen hatalmas szeretettel adom nektek azokat az információkat, amik a leghasznosabbak az életben, és a leghatékonyabbak, és igazi tartalom, mert valódi életet ad. Arra kérlek benneteket, hogy most, már akár most is, lájkoljátok ezt a videót, de hogyha majd később visszanézitek, és ajánljátok barátoknak, mondjátok nekik is, hogy iratkozzanak föl a csatornámra, és ha még nem iratkoztál föl, akkor légy szíves, tedd meg, nyomd meg azt a kis csengőcskét, és fogsz értesítést is kapni az újabb előadásaimról. Készülnek most rövidebb ilyen kis előadásaim is, amik szűkebb tartalommal kicsit talán lehet, hogy ütősebbek lesznek, de arra kérlek benneteket, hogy segítsétek, hogy terjedjen ez a tudás, mert nektek is sokkal-sokkal könnyebb lesz az életetek, ha olyan emberek vesznek körül benneteket, akik másképpen szemlélik a világot. Nem a múltból indultok ki, hanem itt és most a jelenben építitek az életeteket úgy, hogy a jövőtök is boldog legyen. És nem beszélve a gyermekeitek jövőjéről. Mert amit ők most általatok, a ti érzelmi világotok által megtapasztalnak, azt fogják továbbvinni. Megáll a mókuskerék, a történelem újraismétlődése egyedi szinten, egyén szintjén megáll. És amikor már sok egyén szintjén áll meg a mókuskerék, az emberiség akkor fog majd ennek részévé válva élvezni ennek a hatását. Természetesen én itt Magyarországon vagyok közöttetek, és bízom benne, hogy mivel nem vagyunk olyan nagyon nagy ország, egyre többen ébredtek föl, és alakíthatunk egy új, szeretetteli országot. De ehhez mi mindannyian kellünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ja, de igen, hogy a honlapomra is iratkozzatok, vagy a honlapomon keresztül a hírlevélre is iratkozzatok fel, mert hogy ott is nagyon sok értékes információt kaptok tőlem. Aztán a Facebookon, meg az Instagramon is én nagyon-nagyon örülök, hogyha lájkoljátok, de ha egy-két szót odaírtok, az meg még jobb, tehát itt is írhattok a YouTube csatornámon is a véleményt, elmondhatjátok, hogy hogy élitek meg, vagy hogyan tetszett ez az előadás. Hogyha több ilyen információ kerül fel, akkor bizony a csatorna is egy kicsit jobban fogja szeretni a mi műsorunkat, és fogja nagyobb körben ajánlani. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, a jövő héten újra jelentkezem. És csak figyelj, és csak legyél jelen. Tudd, hogy te éled az életed. És tudd, hogy az vagy, aki ezt tudja. Szervusztok!